Nőtt a megtermelt és a felvásárolt dohány mennyiség 2017-ben. Tavaly mintegy 3400 hektára kötöttek termelési szerződést a felvásárló társaságok a gazdálkodókkal, ami 20 hektárral haladta meg az előző évét. Ebből 2300-2400 hektáron Virginia, a maradékon pedig Birdie dohányfajtát termesztettek. A hazai dohánytermesztés 80%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez kötődik. A Birdie dohányok felvásárlása még folyamatban van, bár már a vége felé tart. Virginia dohányok maradéktalanul felvásárlásra kerültek, a termésátlagok 1,8 tonna körül álltak meg. A magyar kormány közel 5 milliárd forintos támogatást biztosít 2020-ig az ágazatnak, hogy segítse a megfelelő termelést. Fekete Tibor, a legnagyobb hazai termeltető és felvásárló társaság, az ULT Magyarország agronómiai igazgatója Nyíregyházán elmondta, a fenntartható magyarországi dohánytermesztés érdekében 3 éves szerződést kívánnak kötni a termelőkkel. Ez mintegy 700 termelőt érintene. A legfontosabb szempont a szerződéseknél az, hogy a korábbi korlátozásainkat, amit 2016-ban bevezettünk a túltermelés miatt, feloldjuk. 4000 tonna Virginiát és 1000 tonna vagy 1000 tonna fölötti bőli mennyiséget szeretnénk megtermeltetni a termelőnkkel. Az ULT számára kiemelten fontos, hogy a világ minden táján egységes elvek alapján történjen a dohánytermesztés. Ez szolgálja a fenntartható dohánytermesztés program, ami szabályozza a foglalkoztatás rendszerét és a termesztési technológiákat, figyelembe véve azok környezetre gyakorolt hatását. Gyakorlatilag ez egy olyan, mint egy védjegy. A világ minden táján, most már amikor dohánytermesztésről beszélünk, egy igazolványt kell kiállítani a termékünkről. Az ellátási lánc minden pontján, a termelőtől a fogyasztóig, olyan technológiát és olyan eljárásokat kell alkalmaznunk, amivel biztosítjuk ennek a terméknek a kiegyensúlyozott minőségét. Mivel az ULT több mint 500 ezer termelővel dolgozik világszerte, ezért rendkívül fontos a termelési adatok pontos és hatékony összegyűjtése, valamint kezelése. Ebben segít a MobileLeaf applikáció. A szoftver a palántavetéstől kezdve a törvényi és ipari sztenderdeknek való megfelelésig nyomon követi a termesztéssel kapcsolatos adatokat. 2017-től 4 működési területen, Olaszországban, Spanyolországban, Lengyelországban és Magyarországon közel 5700 szerződött dohánytermelőnél kezdték meg a MobileLeaf alkalmazását. Hazánkban tavaly április elejétől mintegy 700 termelőnél indult meg a MobileLeaf gyakorlati használata.